Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... ...hanem csak benne vagyunk. Szép jó reggelt kívánok! Eljutottunk odáig, hogy a Pirkadat politikai része már-már azt hinnénk, hogy véget ért, nem tévednek. Akkor, amikor nyitott múzeumokról van szó, akkor, amikor Toronyi Zsuzsát várjuk, és már itt is van, akkor jön ám az igazi politika, az emlékezés politikája, meg arról, hogy és mit csináljunk egy ilyen nyitott múzeumi könyvbemutatón többek között. Kezi csokolom. Jó reggelt kívánok! Cipelt egy nagy könyvet, amit nem látom a nevét rajta, ezek szerint nem ön írta. Mi gyorsan kírjuk azt, hogy kereskedelmi hirdetés, termék megjelenítés. Mi ez a nagy fehérség? Ez a szürke folt a múzeum szakmában? Ez a fekete folt a múzeum szakmában, ugyanis ilyen még eddig nem született. Ez most egy nagyon-nagyon új könyv, egy nagyon friss könyv, amiben 9-en vagyunk szerzők, azért is nincs rajta például az én nevem sem az elején, de egyébként belőzöld. Ez egy kézikönyv, ami egy hosszas kutatásnak az eredményeként jött létre. 9 kutató dolgozott együtt azon, hogy... Kik ők? Hú, felsorolni is soká tart. Elsősorban a Néprajzi Múzeumnak a muzeológusai és néhány társszakmának a képviselői, akik együtt gondolkodtunk 2-3 éven keresztül arról, hogy mit jelent a 21. században a múzeum, és hogyan lehet a múzeum valóban közösségi múzeum. És én azt gondolom, hogy azért is nagyon örülök, hogy itt is beszélhetek erről a könyvről a Zsidó Múzeumnak a kontextusában, hiszen ez az első olyan múzeumelméleti kézikönyv, egyáltalán az első szinte múzeumelméleti kézikönyv Magyarországon, de amiben a Zsidó Múzeum képviselve volt, és én azt gondolom, hogy ez különösen nagyon fontos, mert nagyon hosszú olyan éveken vagyunk keresztül, ugye a Zsidó Múzeum alapításától kezdve mindig nagyon nehéz kulturpolitikai környezetben létezett. Ez az első olyan időszak, amikor életjelet adhat magáról, és amikor részt vehet abban a tudományos párbeszédben, ami a múzeumokról szól. Szóval én azt gondolom, hogy ez egyrészt ezért nagyon fontos, másrészt pedig azért fontos, mert hogy annál közösségibb múzeum, mint a Zsidó Múzeum talán nehezen elképzelhető, hiába, hogy a Néprajzi Múzeum szerzői, a Néprajzi Múzeum intézményesen áll emögött a kötet mögött elsősorban, azért ez mégis egy sokkal nagyobb egység, hogy magyar nemzet sokkal nehezebb nemzeti múzeumként, néprajzi múzeumként közösségről gondolkodni, sokkal összetettebbek ezek a közösségek. Egy sokkal definiáltabb és egy sokkal inkább közösségi módon létrejött múzeum a miénk, és ezért nagyon jó, hogyha ennek az elméleti hátterét egy kicsit tisztába tesszük. Könyvben szereplő szerzőktől ön olvasott-e olyat, amit mindenképpen hasznosítani fognak a Zsidó Múzeumnak a további fejlesztése során? Nem is csak, hogy olvastam, ez nem egy szerkesztett kötet, hanem ez a könyv úgy jött létre, hogy meghatároztunk témákat az elején, és ezekről gondolkodtunk. Azért is érdekes, mert hogyha bele tudunk nézni esetleg a tördelésébe, minden szövegnek van persze szerzője, de azért kommentáltuk egymást, tehát visszahoztuk azt a kollektív írásmódot, ami én azt gondolom, hogy számunkra különösen is ismerős, még a Bábel folyó mentéről. Szóval ez egy olyan egyébként szerzőkkel persze felcímkézett tanulmányokat, szócikkeket tartalmazó kötet, amiben mind a 9-en mindig minden szöveget végig kommentáltunk. És én azt gondolom, hogy ez műfajilag is egyrészt új, másrészt tényleg visszavezet minket ahhoz az ősi hagyományhoz, amivel ezzel a kollaboratív, együttműködő módon készíthetünk a szöveget. A terrorháza is, illetve a terrorháza vezető múzeológusai is részt vettek ebbe a disputába? Nem vettek részt, ez egy sokkal inkább a kisközösségeknek és a kollaboratív, a részvételen és együttműködésen alapuló gyakorlatoknak a kötete, ami azért nagyon fontos, hiszen a múzeum eleve úgy jött létre, mint intézmény, hogy egy közösségi akaratot képviselt. Én azt gondolom, hogy persze jellemző, hogy manapság vannak olyan múzeumok, amik nem annyira így módon jönnek létre, hanem sokkal inkább egy propagandának az eszközei, vagy sokkal inkább egy előre meghatározott irányból. Elképzelhető, hogy ezt a könyvet, amikor ebben megírta a saját gondolatait, szakvéleményét már az vezérelte, hogy vagy a lánykori nevén Józsefvárosi projekt,
vagy a Rumbach utcai zsinagóga közösségi részét ebben a műben alapozta meg? Én azt gondolom, hogy a Rumbachnál eszenciálisan fontos az, hogy ne egy világtól elzárt szerzőnek a kiállítása, gondolatai jelenjenek meg, hanem az egész közösségnek, hiszen már a címe, ami azt gondolom, hogy talán nem a végleges cím ennek az intézménynek, de az együtt élés háza, az az együtt gondolkodásnak és az együtt munkálkodásnak is a háza kell, hogy legyen. És egy múzeumban belefér, hogy ott majd Heider úgy-úgy fognak táncolni, meg danászni, meg időnként talán énekelni. Azt nem tudom, de a több szólamúság mindenképpen belefér, tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezek a múzeumok, ezek a gyűjtemények és ezek az intézmények soha nem lehetnek egy monolit véleménytömbnek a kifejezői, hanem mindig úgy kell megjeleníteniük. Akkor tud hozzá minél többféle látogatói réteg kapcsolódni, akkor érzi az egész közösség magáénak, hogyha valóban mindenkinek a hangját és emlékanyagát látjuk benne. Elnézést, András, ezt muszáj megkérdezem. Ha azt mondanák holnap a döntők, hogy nézze, muzeológus asszony, itt a józsefvárosi projekt kulcsa, az épület monumentális, jól meg van tervezve, töltse meg tartalommal. Mennyi ideig tartana, hogy olyan tartalommal megtöltse, ami építő jellegű lenne a társadalomnak? Én azt gondolom, hogy ez biztosan egy hosszabb folyamat lenne, hiszen ezt csak úgy látnám értelmét, hogyha nem én kitalálnék valamit, vagy meghívnék öt kurátort, és együtt kitalálnánk valamit, hanem megpróbálnánk megszólítani mindazt az emlékközösségeket, és ebben nem csak a zsidó közösség, nem csak a holokauszt túlélők, nem csak az elkövetők leszármazottai, hanem mindenki, aki itt él Magyarországon, valamilyen módon viszonyul. És én akkor érezném helyesnek azt a projektet is, mint ahogy egyébként minden más múzeumi projektet, hogyha ez minél szélesebb tudásbázisra épülve, minél szélesebb... Hisze ön abban, hogyha mennyiben ez a projekt megvalósulna, Európa egyik legfontosabb múzeumá válna. Melyik? És akkor ez az Józsefvárosi projekt, és ezelőtt is hosszú sorok állnának, turisták és hazaiak egyaránt, idősek és fiatalok. Értem én a kérdést, de azért azt szögezzük le, hogy ez attól nem múzeum valami, hogy építünk egy épületet és ráírjuk, hogy nem múzeum. Nem, a tartalomtól. A múzeum a gyűjteménytől és a benne folyó tudományos munkától lesz múzeum, az pedig nem megy általában egyik napról a másikra. Számos olyan intézményt látunk. Most ért el a legfontosabb mondathoz, hogy tudományos munkához. Akkor, amikor a Páva utcát létrehozták, ott azt ígérték, hogy tudományos munka is lesz. Van ott? Én nem szeretném más intézményeknek a munkáját megítélni. Volt olyan időszak, amikor volt ott olyan tudományos munka, amihez mi tudtunk kapcsolódni és tudtunk együttműködni. Az is kétségtelen tény, hogy van olyan projekt, amit ők kezdtek, de mi folytatjuk. Pont akkor beszéljünk pár mondatot, mielőtt Andrásnak átadom a kérdezés lehetőséget. Maga egy nem mindennapi múzeumnak a vezetője, hatalmas raktárak, hatalmas hanyaték, nagyon sok írás, egy levéltár, egy múzeum, egy kutatóközpont. Vannak elegen? Én azt gondolom, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít, és én arra törekszem, és az összes kollégám arra törekszik, én erről meg vagyok győződve, hogy azokat az esetleges létszámhiányokat, amiket egyébként nem érzek kínosnak, nem érzek kínosabbnak, mint a magyarországi kulturális szférában általában ez érzékelhető, azt olyan munkával tudjuk megtölteni, és olyan módon jutassuk el a közösségnek, hogy ez látható és érezhető legyen. Nagyon-nagyon sok múlik az elhivatottságon, nagyon sok múlik azon, hogy a kollégák mennyire tudnak egymással dolgozni, mennyire tudják egymásból a legjobbat kihozni. Ez nem mindig létszámkérdés. Néha 5 ember csodákra képes, és 30 ember folyamatos értekezletekkel nem jut semmire. Andis. Mikor lesz a könyvnek a bemutatója a nyilvánosság előtt? A könyvnek egy bemutató sorozata van, már volt egy, hiszen ez egy annyira többszólamú mű, hogy egy alkalommal be sem lehet mutatni. Nálunk most szerda este 6 órakor lesz egy olyan bemutató, amikor elsősorban azokra a tartalmakra fogunk koncentrálni, amelyek a zsidó hagyományból eredeztethetően ez is megérthető. A ez a SIP 12-ben lévő kis galériánkban lesz, és előre remélem, hogy be sem fogunk férni, hiszen ez tényleg egy kis galéria.
Ezen alkalommal a kommentárról, mint műfajról, ami ugye nagyon fontos része egy ilyen múzeumi projektnek, de a zsidó közösségnek is nagyon fontos gyakorlata, és a közösségről fogunk beszélgetni. De a kommentár kapcsán eszembe jutott, hogy a sok esetben nem okozott-e ez mondjuk sértődést a felek között, hogy a másik kommentálta, mert tudományos életben előfordul, hogyha valaki kommentál valamit, akkor mondjuk valamilyen konfliktus kialakul. Tehát, hogy nem volt-e ilyen a föl sem merült akkor ilyen a szerzők között, hogyha valaki kommentált a másiknak. Én valamit. Azt gondolom, hogy egy hosszú együttműködés folyamán, hogyha egyébként azok a kommunikációs normák, amik elvárhatóak lennének, azok jelen vannak, akkor ez a típusú sértődés nincsen, ez egy finom hangon megfogalmazott valami, vannak benne olyan dolgok, amire teret kapott minden szerző, hogyha valamivel nem ért egyet, vagy valamihez kiegészítése van, akkor azt vagy egy ilyen kis posztiten, vagy egy kommentárként, vagy egy valamilyen egyéb módon megjelenítse a kötetben. És én azt gondolom, hogy ez azért is különösen fontos, hiszen nem egy egyszólamú véleményt tükröz, nem egy szerzőnek a véleménye. Én azt gondolom, hogy akik ebben a kötetben részt vettek, azok a mai magyarországi muzeológiának a legjobbjai közül kerültek ki, hál' Istennek nem csak 9 legjobbja van, úgyhogy van, aki nincs benne, de mégis aki ezt olvassa és kézikönyvként használja, az nem eshet abba a csapdába, hogy egyféle véleményt ismer meg csak. Ennél gyönyörűbb zászló nem is létezik, a pontos idő 9 óra. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Toronyi Zsuzsát, a Zsidó Múzeum igazgatónőjét, múzeum és levéltár igazgatónőjét látták, hallották. Szerdán viszont lehet látni őt a SIP 12-ben, a kis galériában. Ezzel reggeli Pirkadat politikai magazin műsorunk véget ért. Velem legkésőbb, majd este 7 órakor a 7 órás vendégbe találkoznak. Most viszont következik a híradó. Tudják, 5778 esztendős múltunk, biztosíték arra, hogy mindig az időjárástól is függetlenek legyünk. Na, akkor nézzék most, és ugyanerre a véleményen lesznek. Viszontlátásra, jó szórakozást!